Sziasztok, Dani Elves vagyok, és a Smoking Barrel Podcast mai adásában a vendégem Zsótér Dani, aki a Roboraptor Geekblog egyik főszerkesztője, illetve a mozi 24 filmes újságírója, remélem jól mondtam. Én inkább úgy mondanám magamat, hogy igen, a Roboraptor egyik főszerkesztője, de inkább content gyáros. Ez, a, ez az újságírás, ez, ez már egy nagyon értelmét veszti 2016-ra. Jogos, jogos, abszolút igazad van, úgyhogy hát nyilván most se újságot írni vagyunk itt, hanem podcastelni. Méghozzá a mai adás úgy fog kinézni, hogy hat filmről beszélünk majd, hat olyan mozifilmről, amit az elmúlt hónapokban mutattak be. Igyekszünk majd spoilermentesen, nem biztos, hogy fog ez sikerülni, sőt, valószínűleg nem. Ha ez így van, akkor jelezzük, egyrészt a leírásban, másrészt a, a podcast közben is. Úgyhogy hát kezem azzal, hogy amikor így februárban az Oscar gálával nagyjából lezárul ez a díj szezon, akkor a, hát a legtöbb film rajongó visszavonul a kis barlangjába, bepótolni a régi lemaradásait, vagy megnézni régi klasszikusokat, mert ilyenkor általában nem jönnek neki jó filmek, sőt, mondhatnám úgy is, hogy, hogy rossz filmeket tartogatnak a a stúdiók és a forgalmazók ezekre a február és április közötti hónapokra. Viszont rögtön a február egy olyan filmen kezdődött, ami nem, hogy nem volt rossz, de enyersen hatalmas siker is lett, ami azért szokatlan, mert ilyenkor hát sem megbukni küldik ezeket a, a, nagyobb szabású filmeket a mozikba, úgyhogy kezdjünk is a, a Deadpoolról beszélni, ami nem csak azzal vált híressé, hogy, hogy mennyi bevételt szedett össze, vagy milyen sikeres lett, hanem azzal is, ahogyan hozzáállt ez a szuperhős témához. Nekem van egy egészen személyes kötődésem a Deadpoolhoz, ugyanis ha jól emlékszem, akkor az első nyilvános premiéri az február 14-ére esett, ami pont Valentin nap volt. Én Valentin napon néztem meg ezt a filmet egy haverommal, szingli férfiként, jó alaposan feltöltve magunkat popcornon és kólával, egészen felejthetetlen élmény volt, és azt kell mondjam, hogy azért volt felejthetetlen, mert valóban teljesen mást láttunk, mint amit korábban akármelyik szuperhős filmtől, és hát azért erre lehetett számítani ismerve a Deadpool képregényeket, és ami elsőre rögtön szembeötlő ezzel a filmmel, hogy miért vártak eddig a filmes feldolgozásával. Tehát ez a képregény az, ami tulajdonképpen arra van kárhoztatva, hogy filmben feldolgozzák, hiszen ennek a, a cuccnak a sajátos humora, ugye, hogy Deadpool folyton kibeszél az olvasóhoz, ez esetben pedig a nézőhöz, illetve hogy folytonosan tele van kereszt hivatkozásokkal, más szuperhős univerzumokra, különböző stúdiókra, és igazából egy kompromisszummentes és mindenféle pc be nem tartó hősről van szó. Én imádtam ezt a filmet. És ami nagyon-nagyon furcsa, hogy amikor megnéztem a Guardians of the galaxy akkor valahogy így éreztem, igen, én most menő vagyok, mert láttam a igen, és akkor van benne mosó meg szuperfa, és valahogy ezt a menőséget én utóbb nem éreztem, hogy valahogy nem volt meg bennem az a, az a fanboy, mint ami a guardians -nél. utólag. Közben nagyon tetszett, de lehet, hogy az annak is köszönhető, hogy egyébként sem vagyok Deadpool fan annyira, és természetesen azért ennek a filmnek is ugyanúgy megvannak a maga furcsa hibái, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek így elenyésznek gyakorlatilag a mellett, hogy mennyire baromi zseniálisan adták át Deadpool karakterének leglényegét, méghozzá azt, hogy egy segfej. Érdekes, hogy azt mondod, hogy, hogy nem érted, hogy miért vártak ennyit ezzel a filmmel, miközben én pont azt éreztem, hogy ez a Deadpool azért lehetett a siker, azért működött ennyire a, a közönségnél, mert már megvolt az a, az a közös tudás, tehát hogy láttuk a filmvásznon és ezeket a szuperhősöket, akiket kifigurázott, meg egyáltalán most egy olyan időszakban vagyunk, amikor lehet érezni, hogy a, a közönség talán valamilyen szinten megcsömörlött ezektől a szuperhős moziktól, és éppen ezért nagyon beletalált ebbe a közhangulatba ezzel az utalásaival, ez az önreflexiójával, tehát hogy saját magát is kineveti a, a film. Ebben abszolút egyetértek, és valószínűleg hogy a Guardians is ezért lehetett akkor nagy siker, mert bár nem ennyire explicit módon, mint a Deadpool, de az is egy, egy eléggé, hogy is mondjam, önmagát paródiaként felfogó, de a filmből mégsem kiszólaló film, és talán ennyivel tud többet egyébként a Deadpool, mint a Guardians, és hát nyilván az is van, hogy a Guardians iszonyat cuki minden tekintetben. De nem, ezzel abszolút egyetértek. Korábban is fel lehetett volna dolgozni, de valószínűleg nem ütött volna akkorát, mint most, amikor már tényleg, hát szerintem lassan 30-40 szuperhős tartunk körülbelül. Hogyha csak azt nézzük, hogy 90 óta mennyi film készült. Igen, és hát az a kérdés, hogyha egyébként a Deadpoolból elveszik ezt a hatást, akkor mi marad? Mert nekem az volt a furcsa, Nekem azért maradt egy nagyon hangyányi rossz szájz a, a Deadpool után, mert tetszett, én is nagyon élveztem, nagyon jókat nevettem rajta, de az volt a furcsa benne, hogy ugye már a, a főcímmel elkezdődik ez a önmagam kinevetése, de ugyanakkor végig gondoljuk, hogy oké, okay, nevetünk azon, hogy akkor most itt is egy tipikus főhős, egy tipikus brit rossz fiú, stb. stb. van, de hogy ettől még tényleg ezek vannak benne, és ha na, nagyon lebontjuk róla ezt az önreflexiót, akkor tulajdonképpen a Deadpool egy átlagos szuperhős eredet történet. És kérdés, hogy mennyire képez értéket az, hogy tulajdonképpen kineveti magát, vagy hogy pontosabban mennyire lesz jobb film attól, hogy kineveti azt, hogy ő maga is esetenként milyen sablonos. Figyelj, szerintem az emberek alapvetően úgy működnek, hogyha valakinek szar, akkor azt a ha belátjuk, ha nem, azon szeretünk nevetni. Ha valaki elborlik az utcán, akkor, akkor nyilván oda megyünk segíteni, de azért magunkban jól kiröhögjük. De Béna még, még járni se tud rendesen. Szerintem a Deadpoolnak éppen az adja a sava borsát, hogy hogy ő semmivel nem tud többet, mint akármelyik ö, szuperhős, hiszen ugye ő is megkapja farkas öngyógyító képességét, iszonyat pengel pengéi vannak, meg egy nagyon vicces pókember, ha emlékeztető kosztümet. látható, hogy amikor stanley kitalálták ezt a karaktert, már akkor is szán szándékkal arra találták ki, hogy oké, okay, legyártottuk a világ összes létező fajtájú szuperhősét, és így permutálva csak más-más cuccokba mutatjuk be őket. Mikor legyen már legalább egy figura, aki, aki jó alaposan betartja azt a görbetükröt, és még szembe is fúgyoz téged, Deadpool nélkül kevesebb lenne a Marvel-képregényes univerzuma, hiszen ezzel a figurával látja be a Marvel önmagáról azt, hogy azért mi még mindig elég, elég közhelyekben tudunk néha gondolkodni, és szerintem amire rávert egyébként, vagy erre a szemléletre rávert most az Amerika Kapitány 3 elég rendesen, ami egy minden tekintetben forradalmi, politikai, krimi, Tele aktualitással és, és évek óta problémát jelentő politikai csatározásoknak egyfajta kidomborításával. És most így nagyjából így nálam ez a két véglet van. Hogy van a Deadpool, ami magát az egész szuperhős toposzt röhögi körbe, és mutatja be azt, hogy, hogy, amikor te beülsz a moziba, akkor tulajdonképpen te a, CGI-ra vered a faszodat, és nem, nem feltétlen arra, hogy itt milyen történetet kapsz. Nyilván ez így azért minden esetben nem igaz, de, és akkor ott van ugye az Amerika kapitány, ami meg most már nevezhetjük egy kőrealista drámának, és valahogy, valahogy most így félúton szerintem nem nagyon van semmi. Ugye meglátjuk, hogy milyen lesz az X-Men az első lépjük azok nem, Mondanak túl jókat. Igen, és ha már itt vagyunk, hát akkor ö, szerintem folytassuk is egy egészen másfajta véglettel, ugyanis volt, ö, hát ezen a kettőn kívül még egy szuperhős filmünk így tavasszal, ami nem más, mint a Batman Superman ellen, a DC-nek a nagy univerzumépítő kísérlete, ami hát egész sokak szerint megbukott, főleg a kritikusok szerint, ugye itt kell megkérdeznem, hogy te mit kaptál a Marvel-től azért, hogy lehúzd ezt a filmet? <laughs> Tegyük hozzá, nem csak a Marvel-től kapom a fizetésemet, hanem a Soros Györgytől, Gyurcsány Ferenctől, meg a Zsidó Gyíken akik ezt az egész világot irányítják, de Frankon, hát figyelj, az a jó, hogy igazából mielőtt a márveles es főnökeim szóltak volna, már azelőtt nem szerettem ezt a filmet, tehát nem volt annyira nehéz dolgom, az ugyanis a nagyon nagy baj. Bár én magamat Marvel fannak tartom, de közben egy olyan csávónak is, aki, aki abszolút elismeri, hogyha valami rá tud verni a Marvelre, és szerintem elég tisztán is tudok a Marvelre tekinteni, nem vagyok annyira elfogult mégis az van, hogy, hogy a Batman versus Superman a mozipénztáraknál egyébként nem bukott akkorát, kritikai szinten pedig gyakorlatilag az év eddigi legrosszabb filmének nevezhető, és egész egyszerűen azért, mert a DC-nek minden egyes marketing hagyjáratával, ami megelőzte ezt a filmet, és amit már évek óta próbálnak kezdve az acélemberrel, elég, elég gyanús volt, hogy, hogy ennyire nagyon Túl a marketinget, és hát ez beigazolódott, mert hogy a film ugyan hasonló témát boncolgat, szerintem, mint az Amerika Kapitány 3, hogy a, az egyén szuverenitása az mennyire helyezhető szembe a, a nép akaratával, illetve fordítva, és hogy kinek mi a felelőssége ebben a galaxis védelmi projektben, ami most jelenleg itt a Földön zajlik. Megmondom, a, a legnagyobb bajom egyszerűen, az volt ezzel a filmmel, hogy nem, nem, valahogy nem meri elengedni azt, hogy ő, ő komoly dolgokról akar beszélni. Tehát, hogy olyan iszonyatosan idegesítően, didaktikusan mondanak ki benne mindent, és közben baromira logikátlan nagyon sok helyen a film nem csak forgatókönyvileg, hanem így eszmeiségét tekintve, aztán ott van az, hogy hogy nagyon erőszakosan beleszuszakolnak baromi sok hőst, és nem, nem vár vele. A DC simán tudna egy a Marvel-éhez hasonló filmes univerzumot építeni, csak hát ugye az van, hogy, hogy ez legalább 10-12 évre lenne szükség, hogyha most elkezdeni. és bár nekem annó az a célember nem tetszett, de az ilyen tekintetben abszolút megállja a helyét, mert azt vállalja, hogy fog egy karakter, bemutatja egy darab filmben, és utána ebben a BVS-ben tovább viszi, és nem lett volna ezzel se baj, hiszen még egy, egy Batman, meg egy Wonder woman a bemutatása nem olyan nagy forgatókönyvi bravúr ilyen értelemben, hogy ne férhessen bele. Egyszerűen csak az volt, hogy hogy aránytalanul beszélgettek a hősökről. Egyszerűen nem az a sötét meg realisztikus, hogy sötét van. A, és, és én azt soha nem értem, hogy amikor a, az elvakult DC fanok azt mondják, hogy azért jó ez a film, mert ez sötét és realisztikus, hogy a sötét és realisztikus kifejezés az mióta minősül pozitív kritikai fogalomként. Tehát hogy miért lesz jó attól egy film, a sötét és realisztikus? A realisztikusságban nem az van, hogy folyton sötét van. A sötét pedig nem, nem egyelő azzal, hogy minden, hogy mondjam, reálisan történik. Tehát hogyha megnézed a watchmen az egy ilyen tekintetben elég sötét film, és kurvára nem realisztikus közben mégis azt a hatást éri el benned, hogy itt nagyon komoly dolgokról van szó, nagyon komoly tétekről van szó, és hát ugye furcsa, hogy mind a kettőt az Zack Snyder rendezte, a Watchmen nekem az egyik kedvenc filmem, ezzel szemben a BBS most az általam legkevésbé kedvelt film. És az a csávó ez folyton furcsa dolgokat csinál. Hát nekem eléggé úgy tűnik, hogy sem a, a DC fanok, sem a, a ennek a filmes univerzumnak az alkotói nem igazán tudják elengedni Nolan örökségét, tehát ugye ő tette tényleg sötét és realisztikussá a, a Batman filmeket, illetve hát az ő filmjeibe volt ez Hát pozitív. A tartalmat nyert, hogy mi az, hogy igen. sötét és realisztikus, egész pontosan. Igen, igen, igen. Mert ott egy karakter drámájáról volt szó, és, és a drámáján keresztül nyertünk betekintést a, abba, hogy ő hogyan oldja fel a saját fájdalmát, ez a karakter. Ezzel szemben itt van a Ben Affleck Batmanje, megjegyzem, a film egyik legerősebb pontja egyébként, és én nagyon nem hittem benne, hogy egy híres színész játsza majd Batmant, mert nem tudnám megszokni, és basszus, ehhez képest tényleg az egyik legjobb batman láttam én jelenleg, de hogy erről a csávúról sem derült ki igazából nagyon semmi, és az, hogy van pofája a DC-nek kétszer elmesélni Bruce Wayne eredett történetét egy filmen belül, az azért igazán, igazán nagyon-nagyon vicces szerintem. És hát ott van az, hogy a Wonder Woman, ki lehetne ennek a divatos gender study egy, egy jó képviselője, igazából nem kapott akkora teret, mint amennyit a Gálgádot szerintem el tudott volna vinni a hátán. Ő egy nagyon jó ellenpólusa mind a két férfi szereplőnek, illetőleg egy, egy harmadik eszmenység ebben az egész sakjátszmában. Hát én azt érzem ezen az egész filmen, hogy volt benne egy jó szándék, de azt valahogy nagyon görcsösen sikerült megvalósítani. Tehát, hogy láttuk, hogy például Snyder próbál azokra a kritikákra reagálni, amelyek az acélembert érték, de, de ez valahogy annyira nevetségesen, görcsösen sikerült csak, tehát hogy ugye mondjuk az egyik fő kritika az az volt, hogy hát Superman hogy hagyhatja, hogy ekkora rombolást vigyen végbe, miközben az ellenfeleivel küzd, és most meg ugye egyrészt hát erről az egész film, hogy ennek milyen következményei vannak, de hogy amikor a végén már harcolnak a doomsday akkor ugye mindig bemondják, hogy jaj, hát most menjünk oda, mert ott <laughs> nincs senki, vagy a tévéadásban bemondják, hogy fú, de jó, hogy este van, mert nincsen senki az utcákon. Tehát hogy ez, ez valahogy annyira látszik, hogy őket ez, ez, nagyon mélyen érintett ez a kritika, és nagyon próbálnak valami csattanós választ adni rá, de pont ettől az erőlködéstől lesz visszataszító az egész film, és ugyanúgy erőlködnek azon, hogy univerzumot építsenek, hogy csak három másodperc erejéig, de kell bele Aquaman, meg Flash, meg minden más, meg hogy előre utaljunk a későbbi filmekre. P P ez egy egyébként ez az azért érthető, mert a marvel és a dc is üzletemberek vannak. Ez egy pénzügyi vállalkozás, a legutolsó szempont az, hogy te rajongassz ezekért a karakterekért, avagy sem. A, a BVS esetében, hogyha, hogyha csak az acélember lett volna ebben a filmben, tuti vagyok benne, hogy nem ment volna el senkire. Kurvára kíváncsi volt mindenki a betmerre. Tehát... Erre a filmre azért mentünk el, mert benne volt egy új Batman, ami elég sokat ígért. Ez a Batman egyébként jól is sikerült szerintem. Ilyen mennyire érdekes, hogy ebből a filmből éppen azt a karaktert emeljük ki, akinek nem volt még előzmény filmje, Igen. már mint tehát közvetlenül, mert nyilván volt már számos Batman, de ugye ennek a karakternek még hát nem ebben tartérben. az univerzumban Igen, nem ebben volt. az univerzumban nem. És hogy azért ez elég sokat elmond arról, hogy mennyire rossz a karakterábrázolás, már mint pont nem Batmanre értve, mert ugye Batmant létre tudták hozni úgy egy, egy, teljes értékű, sőt, nagyon jól működő karakterként, hogy semmi előzménye nem volt, még Supermannel valahogy mindig szem vedünk már itt a második filmben. Ebből azért látszik, hogyha tényleg odafigyelnének, kicsit lazábban vennék ezeket a karakterépítős dolgokat, akkor talán jobban is működhetne ez a, a DC univerzum. Azt azért tegyük hozzá, hogy szerintem egyszerűen Batman népszerűbb, mint Superman, és Batmanről van az emberiség félbe egy közös tudásanyag. És ehhez már csak nagyon keveset kell hozzátenni, hogy egy picit más Batman kapja. Míg ott van Superman, akiről meg azt várjuk, hogy na, most akkor mutassatok nekünk egy hihető földön kívülit, akinek lézer jön a szeméből. Hogy valahogy miért jön lézer a szeméből? Tehát értem, hogy a napból kapja az elejét, de hogy és akkor mi van? Tehát, hogy az még valahogy el tudom fogadni, hogy olyan sejtszerkezete van, hogy a nap erejétől majd, ő, nem tudom, máshogy reagálnak az... Tehát, hogy valamit bele tudok magyarázni a lézerszembe, a fagy fagylehelletbe, és ezekben már nem tudok. Tehát a Superman eleve egy olyan státuszban van az egész összes minden szuperhős közül, hogy a legcsodálatosabb, hiszen a legerősebb, ő egy isten lényegében, ehhez képest pedig emberként akarják ábrázolni, de nem lehet őt emberként ábrázolni, ezt nem el kell felejteni. És hagyj jegyezzem meg, én végignéztem a Supergirl sorozatot, tudom, hogy most mindenki utáni fog, a bassza meg én élveztem. És tudod, mit élveztem benne? Hogy hiába nagyon-nagyon sokszor bugyuta, és nagyon ügyetlen ez a, ez a, feminista gender vonal, nem egészen árnyaltam van azért össze, vagy belepasszírozva, de ott valahogy a Supergirl karakterén a Kara Danvers-t meg tudták csinálni egy hihető átlagembernek, aki tényleg vívódik azzal, hogy ő neki szuperereje van, és ő érzi ennek a felelősségét, és, és hiába, hogy az is egy ilyen hősi ének lényegében erről az egy nőről, de basszus, valamiért, valamiért jobban működik, mint a Superman valaha. De hát ugye népszerű kritika a Supermennel kapcsolatban, már mint magával a karakterrel kapcsolatban, hogy éppen azért nem érdekes, mert gyakorlatilag legyőzhetetlen. Tehát nincsen sebezhetősége, nincsen hibája, és ugye itt is érdekes volt, hogy már az előzetes nek az első előzetesnek az egyik legfontosabb mondata az volt, amikor Batman megkérdezi tőle, hogy do you bleed? Uh -huh. Mint hogy kicsit a nézői elvárások hangzottak volna el a szájából, hogy mi egy, mi egy vérző, mi egy, mi egy, sebezhető szuperhőst akarunk uh, látni. Na, de ha már, ha már így belementünk reklámkampányukba, ugye, a Deadpool kapcsán sem említettük, hogy, hogy ott is azért volt egy olyan reklámkampány, ami, ami sikeresen hangsúlyozta ki a filmnek az egyediségét. A Batman v Superman kapcsán egy olyan, ami nem feltétlenül arról győzött meg minket, hogy ez egy jó és egy egyedi film lesz. Bá, bocsánat, egy Igen. dolgot hadd mondjak. A, nekem az első teaser vagy, vagy, vagy a szobor, amire fel van festve, hogy False God, az egy nagyon erős kép egyébként. És valahogy ez az, ami hiányzott. Én nem láttam a hamis istent ebbe a filmbe. Igazad van egyébként, csak hogy az átkötés folytassam. Ha már reklámkampányok, akkor muszáj egy olyan filmet folytatnunk, aminek szinte nem is volt reklámkampánya, és talán éppen ezért volt az ez a marketing erős, ez pedig nem más, mint a Cloverfield Lane 10, ami ugye szinte a semmiből jött, két vagy három hónappal a premier előtt kaptunk egy trélert, meg egy bejelentést, meg hát azt a reményt, hogy ez a 2008-as Cloverfieldnek valamiféle folytatása lesz. Azt hiszem mondhatjuk, hogy nem lett az. Figyelj, én a Hári Danival már nagyon sokat beszéltem erről a filmről, a Magyar Tiborral összevesztem ezen a filmen, bár inkább azon, hogy szerintem nem feltétlenül ugyanazt értjük kritika írás alatt, és ezért így nehezen értelmezhető egy-két írása, de személyeskedés nélkül tökéletek fogadni bizonyos érveket mind a Dani, mind a Tibor részéről, amikor ők azt mondják, hogy átveri őket a film egy csomó helyen. És megmondom, miért van ebben igazuk, mert maga a cím, az a Cloverfield Lane, az ugye már ez nekünk nagyon-nagyon sok mindent, illetve elvárásokat támaszt elénk. Hiszen aki látta a 2008-as filmet, számít arra, hogy jön majd egy ilyen nagy űrbogár és legyalulja a kukoricaföldet, földet. Ezzel szemben mi van a télre? Valamit nagyon néznek a szereplők a plafonon, társasoznak, risszálják a feneküket a zenegép előtt, és akkor valami olyasmi fogalmazódott meg, mondja, hogy nagy de jó, igen, ez az ezt akarom nézni, hogy három ember hogyan sejjj egy pincében megtörtént, és a vége, amiről kértet, hogy ne mondjunk spoileresen semmit. A vége viszont szerintem egy tök jó összekapcsolás igazából a 2008-as eredetivel, és ugye lehet tudni erről a filmről, hogy ezt nem is szerették volna az alkotók befejezni, csak Abrams mellé állt, és egy picit átfirkálta a legvégét. Nekem azért nagyon tetszik, mert innentől a Cloverfield univerzumban olyan filmeket várnék, amik egymáshoz szorosan nem kapcsolódnak, de antológia szerűen, elmesélik az emberiség történetét egy ilyen világégés kapcsán. És szerintem, szerintem ez azért el, elég jó irányba el tudja vinni ezt a franchise-t. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy én is azt gondoltam, hogy csak a végét írták át, hogy valahogy összekössék a, a, az univerzumot, illetve ezt a filmet de az eredeti forgatókönyvet olvasva teljesen megdöbbentő volt, hogy mennyivel jobban kihozták ezeket a konfliktusokat, mennyire lenyesegették a felesleges szálakat, és ez egyébként egy ember érdeme, Damien Chazelé, a Viplash írójája egyébként, aki hát átírt ezt az eredeti forgatókönyvet Loverfield-én tenni, és tényleg, tehát, hogy az ő érdeme az, hogy amikor ott ülnek a vacsoraasztal fölött, akkor az a feszültség, az, az tényleg ö, átjön a vászonról. És hát még nem is mondom azt, hogy túlságosan sok ö, eredeti vagy meglepő fordulatot hoz ebbe a posztapokaliptikus, bunkeres sánerbe, de hogy ö, ezeket a dolgokat, amik hát ezeknek a filmeknek a sajátosságai, azt nagyon jól működteti. Sokszor éri az a kritika ezt a filmet, hogy hát ilyet már láttunk. Oké, okay, láttunk csomó ilyet, de, de mondjuk mondjál már nekem három olyan filmet, ami azt mondjuk, jól csinálja meg. És én ezen kívül egyet tudok mondani, a hasadást, uh -huh. ahol kilenc emberrel van meg ez az alaphelyzet, és akkor körülbelül ezzel be is fejezném azon filmek sor. Jó, mondjuk én nagyon szeretem a rek sorozatot, kivéve a harmadik részt, de az egy, az egy megint egy másik műfaj igazából. Ott, ott össze vagy zárva az ellensége, itt is össze vagy zárva az ellenséget, csak ugye sosem tudhatod, és talán ez adja ennek a savát borsát, hogy egy óvóhely, az rosszabb választásnak tűnik, mint bármi, ami odakint van, amiről nem tudjuk, hogy mi az. És szerintem a Cleverfield lane ezt csinálja meg nagyon jól, hogy te elhiszed a főhős nőnek, hogy tényleg tök mindegy, hogy mi van odakint. Te teljesen mindegy, csak húzzunk innen el a picsába, mert itt bár, bármi jobb bennél, mint ami itt van. És szerintem ebb, ez ettől igazán erős film a Cleverfield Lane. És az, hogy, hogy egyébként milyen... A karakterek közötti dinamika az pedig milyen, az, az szerintem meg egy, megint egy másik kérdés, hogy nyilván lehetett volna itt erősebb, ott kevésbé gyengébb, ott egy picit jobban kifejtett, de összességében mi is azt kell mondjam, hogy engem a székbe bilincsált, ott tartott, és másodszor egy olyan emberre néztem meg, aki nem látta a 2008-as traverfield és a végén így üvöltött, hogy Jézusom, ez ez kurva jó ez a fordulat. Jesus. Ezért mondom, hogy nagyon nehéz -e erre a filmre úgy tekinteni, mint folytatás, mert úgy is lehet nézni, és úgy is, hogy nem az. És szerintem ez, ez azért valahol egy picit bravúr is, még, még ha véletlen is. Hát azért tegyük hozzá, hogy szerintem volt ebbe valami tudatosság, hogy ha most ezt a filmet a The Cellar nak hívják, ahogy ugye az eredeti forgatókönyvet is nevezték, és hát ugyanerről szól mondjuk még esetleg még azt mondom, még a végét is megtartják ebbe a formába, akkor nem biztos, hogy annyian megnézték volna, mint ahányan megnézték Cloverfield lényenként. Tehát hogy erre azért szerintem Abraham nagyon tudatosan rájátszottak, de azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy amennyire nem tetszett nekem, hogy erre rámennek, illetve egy ilyen cliffhangert hagynak a végén, hogy akkor majd ebből is csinálunk valami franchise-t vagy univerzumot, azért a nő karakterével nekem elég összetartotta ezt. ezt igazából muszáj spoiler elmondanom. Ugye kapunk egy olyan figurát, akiről már az első jelenetben is azt látjuk, hogy menekül valahonnan, menekül egy, egy kapcsolatból, és nem, nem próbál megküzdeni érte. Ez egyébként szintén volt benne az eredeti forgatókönyvbe. Végig ezt csinálja, emel nek is elmondja, hogy ő, ő egy ilyen típus, aki, aki nem mer konfrontálódni, aztán az emet mellett se áll ki, és végül is a, a, a szökése és a bunkerből egy, egy menekülés gyakorlatilag, mert addigra már biztos, hogy mivel ott tűz is van, meg a Howard is üldözi, tehát hogy ő ott már maradni semmiképpen nem tud, tehát így jutunk el a film végére, ahol is viszont az idegenek ellen kénytelen kiállni és felvenni a harcot és végén meg le is győzi őket, és ez benne elindít egy olyan folyamatot, hogy amikor hallja a rádióba, hogy, hogy a harci tapasztalata rendelkezőket, akkor várjuk Houstonba, akkor, akkor úgy dönt, hogy ő igenis akkor felvállalja ezt a harcot, és nem a, a biztonságban menekültet. Ez az a dolog, ami nekem igazán kiemelte a Cloverfield Lentent a hasonló mozik közül. Na de ha már ő, így benne vagyunk ilyen mindenféle marketing kampányokba, akkor még egy olyan filmünk van, ami szerintem nagyon érdekes volt már az első trélere alapján is, sőt, igazából ennek a filmnek a promója már azelőtt elkezdődött, hogy megszületett volna, ez ugye a Hardcore Henry, amelynek a születéshez hozzá kell tenni, hogy a rendezője, egy orosz fickó, ilyen Nice Fuller, ő egy videoklipet forgatott a bandájának, amiben ugye az volt a truváj, hogy, hogy végig belső nézetből vette fel ezt a három perces videoklipet, és hát ez hatalmas sikert aratott az interneten, tehát nem 30, 30 milliós megtekintés. Igen, hiszem. igen, és utána jött neki ez az ötlet, hogy hát mi lenne, ha ebből csinálnak egy egész estés akciófilmet, amit ugye úgy brendeltek, mint az első ilyen belső nézetű akciófilm, amire aztán sokan reagálták, hogy hát jó, hát volt már belső nézetű film, ez meg az, de hogy az, azért szerintem mondhatjuk a Hardcore Henryre, hogy ez egy igencsak ö, eredeti és újszerű ötlet volt. Az már más kérdés, hogy ez kinek mennyire működött, nem tudom neked, hogy tetszett. Én, én régebben elég nagy gamer voltam, és azért alapvetően mondom, a gamingnek így két szélsősége van. Az egyik, amikor így agyatlanul nyomod az FPS-t, és írtod benne az ellent, és van, van ez a vagy számomra ez a stratégiai, történetmesélő, és majdnem, hogy asztali körökre bontott szerepjáték, és én mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem viszont ahogy idősödöm, úgy egyre kev... olyan, olyan, mintha egy kevésbé elveszhetném az FPS-eket, mert akkor így ki lennék nézni, ez a csába ez biztos csak ilyen izé. mégis, mégis írtja az ellent. Ebből a szempontból nekem a, a, Dead Space az egy ilyen favorit. Tehát, hogy az, az tipikusan olyan játék, amilyen ez a Hardcore Harry, hogy benyomod, mész, csinálod, és és így kinyírod, ami így elét kerül, és a Hardcore Harry igazából semmivel nem vállalt többet, hanem azt mondta, hogy kedves néző, most a te szemszögödből fogunk végignézni egy, egy akciófilmet. És amitől szerintem a Hardcore Harry igazán működik, hogy nagyon-nagyon sok apró pici részlet tesz hozzá ehhez a videójáték élményhez. Például talál egy puskát a falon a főszereplő. Hányszor van olyan velünk, hogy megyünk egy ilyen FPS játékba, és akkor ott egy medipek a sarkon, ott van a falon egy puska, de közben ezek, a, ezek az apró momentumok bele vannak építve a történetben. Ugye ott van a, a, főszereplőt segítő figura, aki különböző formákban és alteregókban jelenik meg. Ő meg az a, az a sidekick, aki így megmutatja, hogy hol tudsz világot szedni a trollvarázslónak, hogy aztán adjon egy főzetet, hogy bla bla bla, bla, bla 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 Ami pedig a legerősebb pontja szerintem ennek a filmnek, hogy van egy főszereplőnk, aki néma mint ahogy az FPS játékok főszereplői is folyamatosan némák, bár ők mégis a legtevékenyebb pontjai egy-egy játéknak. És a Hardcore Harrynek baromi egyszerű ennél fogva a dramaturgiája, a főszereplő ugye felébred valahol, miután elveszíti az az összes végtagját, a szerelme megszökteti valami bunkerből, és egy ilyen sötét elfnek öltözött Jedi mind tricket alkalmazó antagonista pedig abuzálgatja a szegény főszereplőnket, és pont, és nekem ettől nagyon-nagyon tetszik ez a film, hogy nem akar erőszakosan beleszuszakolni történetet, mert ennek ezt a flow élményt szeretné átadni, és ezt nagyon-nagyon jól csinálja szerintem. Ráadásul van egy-két olyan nagyon-nagyon jó pontja, ami, ami számomra külön ilyen szívdobogtató, mint amikor az egyik lerombolt épületet megtámadják a katonai nem tudom milyen rendőrség, és a, a főszereplők segítő sidekick punknak öltözve egy baseball ütővel, tehát, hogy valami olyan irgalmatlan pusztítást végez, ami, amit úgy nagyon szeretnék egyszer átélni én is. És ennyi, baromi jó a zenéje, gyönyörűen iszonyat jól van vágva, az akciójelenetek mind nagyon-nagyon folyton meg tudnak újulni szerintem, és ö, szóval, hogy kész, ez, 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 ilyen, ilyen a tökéletesre vágott film. És ez egy, ez egy másfél órás videóklip volt a kép. Igen, hát nekem ö, ez kicsit kétélű fegyver volt, hogy ez tulajdonképpen tényleg csak egy ilyen egymásra dobált akciójelentek összessége. Kisebb részben azért, mert azért komolyabb dramaturgia is elfért volna benne, de jó részt azért, mert szerintem a másfél óra végére ez, ez már egy kicsit ismétlődő vélet fárasztóvá tud válni. Hála a jó égnek, mert még, még többször meg tudom nézni azokat a jeleneteket. Hát ez, ez teljesen belefért nálam. De nekem talán, talán a, a, a fő problémám az volt, hogy érzésem szerint nem használták ki azt a potenciált, ami ebbe a belső nézetbe rejlett. Tehát azt jól mondod, hogy a, a videójátékos dolgokra jól próbáltak reflektálni, illetve például a, az akciófilmekbe egyedülálló módon itt azért van elég komoly fedezék használat a, a rambozás mellett is, de néhol tényleg csak azt érzem, hogy annyiról szól, hogy oké, okay, akkor most itt van ez az akció jelenet, vegyük fel. A, a szereplő szemszögéből, de hogy nem minden dolog olyan, ami úgy igazán jól mutatna a szereplő szemszögéből. Nem, nem minden akció jelenet lesz eredeti, meg szórakoztató, azáltal feltétlenül, hogy így látjuk ebből a perspektívából. Én utoljára, amire emlékszem, Ö, belső nézetes film részletre, az a Doom-ban van ugye a végén egy három vagy négy perces jelenet, ami egyébként egy az egyben mozgásában is pont olyan, mint a játék. Tehát ugye az a sebességgel emeli fel a kezét a figura, ugyanúgy mozog a kamera, tehát ez a ez a nagyon furcsa, egy kicsit ilyen folyékony kamera mozgáson, amikor nem annyira élesek a váltások, és ö, valahogy, valahogy a Hardcore Harry pedig úgy maradt számomra a videójátékos élmény, hogy közben iszonyat mennyiségű filmtechnika van mögötte. És nem válik el a kettő egymástól. Tehát, hogy én, én alapvetően nem vagyok oda az akciófilmekért, különösebben azt sem szokott felcsigázni, hogyha Különböző erős, különböző színes gúnyákba öltözött emberek dolgokat művelnek felhőbe emelt városokkal, de mondjuk pont így. Egy, egy, egy ilyen mondjuk így meg tudok nézni az úton korábban, de egyébként mondjuk nem azért szeretem az úton korát, mert ilyenek vannak benne. És ezzel szemben a hardcore Harry pedig abszolút kielégíti a bennem élő gamernek a vágyait, hogy egyszer felelősség nélkül másfél órán keresztül hadd nézzek jó nőket, nagy fegyvereket, menőautókat, és rengeteg, rengeteg, rengeteg vért. Mert hogy alapvetően szerintem picit ez a hardcore Harry és az akció és a horror ugyanúgy működik, mint a pornó, olyan dolgokat láthatsz egy, egy ilyen filmnél, amiket egyébként a hétköznapokban te nem tapasztalsz meg nagy valószínűséggel. Bár nem tudom, nem akarok a magánéletedben kutakodni, de én nem szoktam megtapasztalni ilyen ö, semmit, és, és szerintem er, erre való ez a film, és semmi többet nem kell tőle várni. Az, hogy ö, több dramaturgia meg történet elfért volna benne, szerintem az abszolút a látvány ment volna. Hát igen, főleg úgy, hogy a, a modern orosz filmeknél azért nem beszélhetünk olyan, olyan kiváló forgatókönyvekről. könyvekről, úgyhogy ezt azért én is értékelni tudom, hogy arra fókuszálunk, ami megy. Ez abszolút jó volt, és tényleg, amikor a, a, a végén, a, az utolsó nagy harcnál Henry megtalálja az adrenalint, és ez magába <laughs> döfi, szóval akkor én is éreztem kicsit ezt az adrenalint, és ez abszolút pörgött bennem. Ha már akciófilmekről beszélünk, akkor szerintem folytassuk egy olyan darabbal ami részben akciófilm, csak részben pedig vígjáték, és egész nagy részben pedig magyar, ez pedig a, a Tiszta Szívvel, ahol hát nem a rajongók háborodtak fel a, a kritikákon, hanem maga a film rendezője tilatilla, aki úgy tenni kicsit nehezményezi, ha bizonyos emberek premier előtt véleményt írnak erről a filmről. Azért kezdem ezzel, mert ez egy egész érdekes szemlélet, és hát korábban is láthattuk, hogy azért ez nem csak a az ő sajátja, hanem azért elég sok magyar filmesnek vannak bizonyos prekoncepciói a, a, a magyar filmes, nem, nem újságírást mondok akkor, hanem akkor kritikával szemben. Anélkül, hogy nagyon nagy képűnek tűnik, nekem vannak ilyen filmrendezői ambíciói, fő, filmes főiskolára jártam, ahol felefele -fele arányban tanultam az újságírást és a filmkészítést. Van is egy-két kis játékfilmem, tehát hogy azért nagyjából belelátok ebbe a, a folyamatba, hogy hogyan működik egy filmnek az elkészítése. Másfelől pedig filmes újságíró vagyok, tehát hogy valahol szakmai követelmény is, hogy tudjak is ezekről és mégis azt gondolom, hogy így, hogy mind a két világot ismerem, nem tudnék egyértelműen voksolni arra, hogy kinek van igaza. Hiszen Tillának abban igaza van, hogy egy filmkritikus megtehet annyit bármilyen filmmel kapcsolatban, nem csak egy magyar filmmel kapcsolatban, hogy a premier napjáig nem hoz le kritikát az adott filmről, mert hogy, és legyen szó tényleg akár egy amerikai blockbusterről, vagy akár egy, egy magyar kisköltségvetésű krimiről, vagy akármilyen költségvetésű krimiről, a film készítőjét annyiban tiszteletben kell szerintem tartani, hogy a kritikusnak azért tartanak sajtóvetítést, hogy fel tudjon készülni arra a napra, amikor a filmnek a premiérje van, és hogy ő azon a napon hozza le a kritikát. Mi a 24-nél és Raptornál is soha nem hozunk le előbb kritikát emiatt, mint ahogy egy film adott esetben kijön. Nyilván más kérdés az, mikor olyan filmet van szerencsénk látni, amit Magyarországon nem fognak bemutatni. Ilyen volt az Ex Machina annó például. Azt már kevésbé tudom elfogadni, és ez pedig a kritikusi mi voltom mondatja velem, hogy legyek lojális a magyar filmesekhez akármilyen tekintetben, vagy a kisköltségvetéshez, vagy, vagy az amatőr szereplőkhöz. Ugyanis Hogyha én azt veszem figyelembe, hogy én kritikusként pontosan ugyanolyan néző vagyok, mint édesanyám például, akkor édesanyám sem úgy fog ö, kijönni a moziból, vagy bemenni a moziból, hogy hát oké, okay, figyelj, ez egy ilyen skálán, az így ennyit ér el, hogyha ez a kisköltségvetésű filmek skálláján meg ennyi, nem. Egy filmet egyben értékelünk, elejétől a végéig, és azt mondjuk hogy bár ismerjük a körülményeit, nem ennek ellenére lesz jó vagy rossz egy film, hanem önértékéhez képest. És én láttam már olyan kisköltségvetésű filmet, amit pont a Szilárd rendezett, ugye a Remet, ami, hát meg kell mondjam, ami ganajszarul nézett ki. Viszont volt egy olyan forgatókönyvi ötlet benne, ami, ami nagyon tudta előrevinni a filmet, és hogy ez a kettő nem zárja ki egymást, hogy ettől még egy jó élményját távozzak a moziból. És én meg kell mondanom, hogy ez nekem egy nagyon kellemes csalódás volt. De ott van például most az új közelgő X-Men amiről az eddigi reviewk nem túl sok jót mondanak, holott ez egy dollármilliárdos vállalkozás. Tehát, hogy nem, nem ebbe kell mérni egy filmnek a, a jóságát vagy rosszasságát, hogy mennyi pénz volt rá, vagy hogy magyar-e vagy sem, mert vannak nagyon-nagyon jó magyar filmek, Lásd, nekem az egyik kedvencem az elmúlt időből. A van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a free entry vagy a viharsorok, és ezzel szemben ott van egy iszonyatosan buta, sztereotipikus coming out, ahol, ahol tényleg az, tehát hogy én voltam az az öreg bácsi a moziban, aki veri a, a széket, hogy ezt a szart akarják velem megnézetni, hát ez így, tehát ez nem vicces bassza meg, tehát ezen hadd ne kelljen már nevetnem. Szóval szerintem nincs könnyű helyzetben Tilla, amikor, amikor filmet rendez, de annyi annyit azért megengedek neki, hogy igen, a premier napján lehet színi a filmet, előtte nem, pont. Ez szerintem egy ilyen, ki, egy ilyen iratlan szabály, amit, amit illik betartani. Ami az érdekesebb, hogy gyakorlatilag az vetődik fel, hogy ki ez legyen lojális a kritikus. A magyar filmeshez, akinek lehet, hogy tud csinálni plusz 200 nézőt, mert azok a nézők mondjuk nem olvassák el, hogy ez rossz film, bár egyébként, tehát a, ami, ami kritika kapcsán ez felmerült, az egyáltalán nem volt lehúzó, és egyébként szerintem mindkettő nevében mondhatom, hogy se gondoljuk, hogy ez egy rossz film. Sőt, igen, tehát, hogy a, a, a Tillának tartozunk-e mi ezzel, vagy az olvasóknak tartozunk annyival, hogy nekik elmondjuk, hogy hogy mire számíthatnak. És amit még hozzá akarok tenni, hogy ugye nagyon sok forgalmazó alkalmazza, hogy például embargósá teszi a kritikát, premiér napig. Tehát, hogyha ők, ha nem akarják ezt premier előtt látni, akkor, akkor meg, meg tudják oldani. És egyébként az más kérdés, hogy. Amikor embargós egy film, akkor már lehet előre tudni, hogy az nagyon rossz lesz. Tehát, hogy ezeknek a 95% -a azért. Igen, sajnos, ez, ez. Igen, Tehát ezt alá kell írnom, hogy az embargóz nem jelent jó általában. Én hadd kanyarodjak egy picit vissza, hogy hogy azt mondtad, hogy az olvasónak tartozunk-e elszámolni valóban, hogy az adott film jó-e vagy rossz-e, vagy, vagy magának a filmkészítőjének. Én úgy tekintek erre a dologra, hogy nekünk, kritikusoknak, bloggereknek, tök mindegy, mi, akik írunk a filmekről, nekünk nem az a feladatunk, hogy azt mondjuk erre a filmre, hogy jó, vagy az hogy rossz, hanem megmutassuk a hibáit, felhívjuk a figyelmet az erényeire, és segítsünk tájékozódni, hogy ezt a filmet hogy kell egy picit máshogy nézni, mire kell benne számítani, Kiket tud megszólítani egy film? Furcsa mód, a, a legtöbb romantikus filmkritikát én szoktam írni, például a mozi 24-en, és egyszerűen azért, mert tudom, hogy ez egy iszonyat kemény műfaj igazából a, a romantikus filmről írni, úgy, hogy ne azt írd le, hogy hát ezt a történetet már számtalan szor láttuk, hogy a szerelem, tehát nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy amikor amikor szerintem az ember filmről ír, akkor ő segítse a nézőt, és adjon valamilyen támpontot a filmkészítőnek a jövőre nézvést. Voltam magyar filmkritikusok versus magyar Filmkészítő kerekasztal beszélgetésen, ahol Fekete Ibolya, mint filmkészítő is jelen volt, egy iszonyatosan szimpatikus nő, ő azért elég sok filmet készített, már tudja, mi a dörgés, és ő, maga is azt mondta, hogy nem azzal van a baj, hogy a magyar filmkritikus most jót vagy rosszat ír a filmről, hanem hogy ennek milyen stílusa van, hogy ezt hogyan, hogyan adjuk át. Mert lehet azt mondani, hogy te figyelj, Tilla, ez egy kurva szar film nyomorékokról, akik még játszani sem tudnak. Vagy lehet azt mondani, hogy te figyelj, Tilla, ez egy baromi érdekes kísérlet volt, és nagyon bátor dolog, hogy olyan embereket szerepeltetsz a filmedben, akiket nem biztos, hogy én beletennék. Az más kérdés, hogy többek között a tiszta szívvel játszó fekete Ádám, aki mozgássérült, a, ő, ő színész, dramaturg és zseniális figura. Szerencsém van őt ismerni, és az Ádám az életben is egy ilyen nagyon-nagyon vicces csávó. És ott van ott van a, a tolószékes fenyvesi Zoli, aki viszont nem is színész, és ehhez képest bármi, amit csinálta vászni így leesett az állam, hogy te jóságos atya, úristen, ez a csávó miért nem színészkedett eddig? Szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy miként beszélünk a filmről, hogyan megadjuk -e a tiszteletet az olvasónak és magának a, a filmkészítőjének. Gyakorlatilag igen, jól fogalmaztad meg, én is alapvetően ezt akartam mondani, hogy, hogy az olvasónak akkor úgy mondom, hogy az, azzal tartozunk, hogy, hogy ő nem, nem vakon ül be erre a filmre, tehát hogy tud -e erről, tudja, mire számítson, és nyilván ennek megfelelően tud is cselekedni, vagy, vagy, vagy ennek megfelelően tudja élvezni. Én, én alapvetően úgy, úgy gondolom, hogy kicsit, kicsit fura ezt így, legalábbis így becsomagolni, hogy a, hogy a magyar filmnek tartozunk azzal, hogy, hogy nem beszélünk róla a premier előtt. Mert ha meg ez egy pozitív kritika lett volna, az egyébként pozitív kritika volt elvileg, de hogy ha száz százalékban nagyon elképesztően jó visszajelzéseket kap a tiszta szívvel, azt, azt azért Tilla se bánta volna, ha mondjuk ezek nem csütörtökön, hanem már hétfőn megjelennek, és abban abszolút igazad van, hogy, hogy tényleg a stílus meg a hozzáállás számít. És, és ha ezt mondja, akkor, akkor én abszolút igazat adok neki. Ő nem ezt mondta, és ezzel egyébként abszolút egyet tudok érteni, hogy filmkészítőként biztos nagyon fájdalmas lehet, amikor, amikor nem is azt olvassa vissza az emberek kritikából, rossz, hanem hanem azt, azt látja, hogy a, aki ezt írta, az szinte oda se figyelt, vagy, vagy épp azon gondolkodott már a film közben is, hogy milyen stílusos mondatokat lehetne ebből faragni, amiben fú, milyen frappáns hasonlatot fogok ö, kitalálni, és nem is az a lényeg, hogy őszintén értékelje a filmet, hanem hogy ő, ő, ő pózoljon, hogy hogy milyen jót tud egy film kapcsán írni. Figyel, való, valószínűleg a, a filmkészítő kritikus felállás, ez a, ami az a mi olvasatunkban az az író versus kommentelő. Tehát, hogy én azzal soha nem nem tudtam mit kezdeni, hogy te beszédhibás pöcs, te miért állsz kamera elé, és mit képzelsz magadról? de tudod, hogyha valaki viszont azt fogalmazza meg, hogy Hát szerintem ilyen beszédtechnikai problémákkal lehet, hogy még gyakorolhatnál többet, mert egyébként mondjuk jó vagy rossz az, amit csinálsz. Tehát, hogyha valaki el tudja magyarázni, hogy mi a baja, és, és legyen az negatív vagy pozitív minősítés, engem egészen tényleg addig nem érdekel a dolog, amíg nem látom azt, hogy, hogy átgondolt sorok vannak mögötte. Mert kaptam már olyan kommentet, hogy hát, ah, megint írt ez a, a drogos csávó. Most, szögezzünk le valamit, soha életemben nem dolgoztam, és nem is tervezem. Kiavatlan vagyok többek között, általában ezért olyan az ábrázatom, amilyen. De hogy érted, egy filmkritikus, vagy egy, egy filmkészítő is szerintem valahogy így van vele, hogy amíg csak azt olvassa, hogy amit mondtál, hogy megy a mocskolódás, a lehúzás, és tulajdonképpen nem érzem mögötte a szakmainságot, mert egy negatív kritika az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott kritikusnak a dolog nem tetszett. Azt nem inkább arra enged következtetni, hogy megengedi magának az objektivitást, hogy a hibáiról is beszéljen a filmnek. Hát akkor mielőtt Tila nagyon megharagszik ránk, szerintem beszéljünk arról, hogy milyen pozitívumai voltak a tiszta szívvel. Nekem például nagyon szerethető és, 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 nagyon bájos filmnek tartom, amiben tehát tényleg teljesen emberi ez a humor is, ami előjön, és például ezek az akció jelenetek sem mennek el egy, egy olyan ilyen nagyon mesterkélt hollywoodias irányba, mint mondjuk azt a az Argo 2 láthattuk. Igen, ez az egyik nagyon fontos eleme ennek a filmnek, hogy vállalja az akció jeleneteket, és jól. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen nem tudnék belekötni. Ha, ha, valaha kerekesszékes emberek, illetve mozgássérültek fegyvert agadnának, az valószínűleg tényleg így néz neki, és ebből származik a legnagyobb pozitívuma a filmnek, hogy tudod, vannak azok a típusú filmek, ahol fekete is ember, a mozgássérült is ember, a nő is ember, a féllábú is ember. Na hát ez nem egy ilyen film. Itt nem az van, hogy annak ellenére, hogy valaki mozgássérült, ő még tud egy tevőleges valaki lenni, hanem azt adja meg, hogy van ez a társadalmi réteg, akiket mi mozgássérültekként látunk, holott ezek pontosan ugyanolyan emberek, mint te vagy én, pont egy pár hete volt szerencsém forgatni siket beszédképtelen, mozgássérült kerekeszékes fiúkkal, kisfiúkkal. És ránézel egy ilyen srácra, azt látod, hogy szegénynek folyik a nyála, nem tudja tartani a fejét, kalimpál össze-vissza, de kiderül, hogy ennek az embernek vannak nagyon is gondolatai, nem fogyatékos például az illető. És nagyon nehezen, ugyan tudnak kommunikálni különböző segédeszközökkel, és valahogy szerintem ez a film is ezt mutatja be nagyon szép, Éppen, hogy attól, hogy valaki egy picit kripp, ö, creepy, az nem jelenti azt, hogy hülye is feltétlenül. Neki ugyanúgy vannak vágyai, gondolatai, fájdalmai, mint kvázi egy normális embernek. És szerintem úgy mutatja meg ezt a film, hogy közben nem nem, nem lesz egy ilyen. Nem próbáljuk őket egy szintre emelni azokkal a kék egészséges emberekkel, nem azt akarja mondani, hogy meg tudják tenni ugyanazt, hanem hogy a maguk módján. Ö, még csak ez sem, még csak mert nem is, tehát mert... nem, nem, nem egy védőbeszéd a mozgássérült. Mellett, nem, nem, nem. Ez a lényeg. Hanem, hanem az, hogy basszus vannak ilyen emberek, meg olyan pont, nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogy ezek az emberek is tudnak gyarlóak lenni, és ezek is tudnak fájdalmat okozni, és ezek is lehetnek jó, rossz. A szó nem közhelyes értelmében emberiek ezek a figurák, hanem valódi húsvér lélegző karakterek, akik, akik történetesen most éppen ki akarnak rámolni egy, 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 egy szermaffia főnököt. Miért ne tehetnék, szerintem? És az, az érdekes, hogy például, a, a, ha már akciójelenetekkel kezdtem, hogy, hogy ez mennyire jól megjelenik, hogy például a, a, a film egyik legnagyobb akciójelenetében, végeredményben az a fő probléma, hogy hogy tolószékkel hogyan lehet kijutni Igen. abból a házból. Igen. És hogy ez, ez egészen izgalmas volt, hogy ez mennyi eredetiséget visz bele, meg hogy mennyi, hát ha lehet így mondani, realizmust úgy, úgy fogalmaznám meg, amit te mondani akartál, hogy nem, nem mindenáron azt beleerőltetni, hogy ők arra képesek, ami, amire az egészséges emberek, hanem. Mert azt, valamire nem, 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 nem képes. Igen, tehát nem, képes tolószékkel fölmenni a lépcsőn, és ha ez, ez, így van, akkor, akkor igen, csak érdekes lesz, hogy hogy jut ki egy ilyen mészárlás színhelyéről. Hát van például ugye az a jelenet, ahol, ahol konkrétan belökik a mozgássérült színészeket, a hideg vízbe, és ugye volt ez a morning show beszélgetés, és ott mondta a, a, a Zoli, hogy ő rettegett attól, hogy ezt hogy fogják megcsinálni, és egyébként, amikor nézed a filmet, akkor ez neked is megfordul a fejedbe, tehát egy eleve para az, hogy úszásképtelen, és direkt nem azt mondom, hogy egészséges ember, mert vannak olyan egészséges emberek, akik nem tudnak úszni. Tehát bárkit belelökni a hideg vízbe, aki nem tud úszni, az para. Mi fog ezután történni? Szerintem az egy nagyon-nagyon erős jelenet, és mondom, nekem a legkedvencebb szereplőm az a Fekete Áldám által játszott Barba Papa, aki ilyen, aki már az a nagyon szerzációs szerintem, hogy egy ilyen, egy ilyen hura optimista csávó valójában. Hogy miért hozol magaddal a dezodort a horgászatot? Sosem lehet tudni, hogy találkozunk egy csajokkal és szerintem iszonyat, iszonyat, erős a humora, és én nagyon szeretem azt, hogy a legtöbb nem piszi humort, azt maguk a mozgássérült szereplők mondják el magukról, és ez szerintem iszonyat bátorság mindenki részéről, különösen a Tilla részéről, aki bevállalta azt, hogy ilyen emberekkel dolgozik együtt, és nem azért mondom ezt, mert hogy biztos bénábbak, hanem mert egyszerűen valószínűleg teljesen másfajta kamerarendszert kell kitalálni, másfajta diszponálási módot jelent ez egy forgatás szempontjából, hiszen például gondolom, hogy egy mozgássérült színész hamarabb el tud fáradni, hogyha nagyobb fizikai megterhelésnek van kitéve, és többi, és többi. Tehát itt maga a film munkálatai is olyanok, hogy, hogy picit másfajta hozzáállást igényel. Tehát, hogy így ami a film színe, hogy ez így tiszta szívvel készült, és hogy ez akár mekkora közfejnek hangzik, ez tényleg látszik. Tehát, hogy itt emberek valamit, valami vicceset és jópofát akartak lerakni, és nekem nem tetszett a film vége, és uh, iszonyatosan kirántott abból a hangulatból, amiben benne voltam. Pont az, az egy bluff a vége, és ez, ez, ez nem nem esett jól. Érdekes, hogy ezt mondod, mert uh, nekem például, tehát hogy amit így negatívumként fel tudnék hozni, az mindenképpen az, hogy azért Érdekes, hogy bármennyire is, is emberközeliek uh, ezek a karakterek, valahogy a film nem árnyalja őket annyira, tehát hogy kicsit, kicsit azt érezni, hogy uh, nagyon kevés uh, jelenvonásból állnak. Most így ebbe belemeltek spoileresen hogy kicsit azt is éreztem, hogy olyanok, mintha egy képregény karakterei lennének. És hogy végeredményben a, a, csavar ugye pont ez, hogy amit a filmben láttunk, az jó részt csak egy Egy, egy, egy történet. Igen, tehát egy elképzelt történet, ahol ugye mindenkinek megvan maga funkciója, meg maga kis küzdelme, de hogy valahogy azért olyan sok ö, mélységet nem kapnak ezek a figurák. Igen, ez, ezt aláírom, és ö, pont az általam nagyon kedvelt Fekete Ádámnak a legsekélyesebb igazából a, a, mind a háttértörténete, mind pedig az. Tehát, hogy ő egy ilyen comic relief karakter, Igen. aki tényleg a legjobb poénokat szállítja, de, de mindemellett Túróci bár nagyon sokat megtudunk, de valahogy mégsem eleget ahhoz, hogy én talán őt megkedveljem. A fejves Zoli viszont szerintem az ő, az ő karaktere, pedig olybá tűnik, hogy ebből a filmből sok mindenki lett vágva. Tehát nem tudom, emlékszel-e például arra, amikor ugye neki már, e spoileresen mm -hmm. tudom csak megint mondani, amikor elkezd fájni a hát és ugye össze kell szedni a lóvét a műtétjére, akkor ezek a stációk az ő fájdalmairól olyan, mintha egy két stációk között nem lennének nagyon átmenetek, hanem ilyen nagyon hirtelen következnek egymás után jelenettől jelenetre. Tehát igen, ebben, ebben van valami, hogy hogy picit a karakterrajz az lehetett volna erősebb, de a, a szerb mafiózott játszó színész viszont szenzáció szerintem. Tehát ugye neki például a háttere is, bár nem derül ki sok róla, de azért elég sok mindent kapunk az ő kutyáink keresztül, az ő jelleméről, és, és az is nagyon-nagyon tetszett, hogy hogy itt nem egy ilyen veleig romlott gonosz emberről van szó, itt maradt Magyarországon, itt könnyebb pénzt csinálni, akkor valahogy, tehát hogy nyilván ettől még nem lesz egy jó ember, de hogy, hogy valahogy Valahogy azért erre megvolt a törekvés szerintem. Sőt, ugye már egész a legelején, nem, nem az első jelenetében, még nagyon film elején, őt tulajdonképpen áldozatként látjuk. Tehát azt látjuk, hogy őt megtámadják. És ugye ez, ez is sokat segít abban, hogy ő ne csak egy ilyen tipikus gonosz legyen, aki, aki, szépen bejön a színre, elmond pár ilyen nagyon közhelyes mondatot, és aztán kisétál, hanem hogy olyan valaki, aki, aki tényleg érezni, hogy szintén sebezhető. El, elég gyakori kritika a, a magyar filmekkel kapcsolatban általánosságban, hogy nagyon a hollywoodi mintákat próbálják másolni, vagy éppen nagyon ilyen balkáni hangulatok, tehát hogy nagyon arra próbálnak rámenni, hogy a magyar környezetben működjenek csak. És szerintem a, a Tiszta Szívvel, illetve hát ami két héttel előtte kijött a, a Hurok, az, az egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet úgy magyar filmet csinálni, amiben azért nem ezeket a hollywoodi kliséket látjuk viszont, de nem is érezné azt, nem hogy... A filmnyelvet használnak benne, ez a jó igen. szó szerintem. Tehát én nem is a kliséket mondanám, hanem, hogy uh -huh. van egy olyan filmnyelv, ami általánosabb, jobban befogadhatóbb, és ezt a hurok is nagyon jól használja, és a tiszta szívvel is. Pont, ez mind filmtechnikát dramaturgiát, tudom én, tehát hogy ilyen dolgokat jelent inkább. hiszem szóval az egyik legjobb példa erre egy, egy eszefés kis játékfilm, a Betonzaj, ami elég sok díjat megnyert. Egy nagyon egyszerűen visszaszámolós dramaturgiát mutat be a film, hogy egy sportoló lányról kiderül, hogy a meccse, a box mérkőzése előtt, hogy ő terhes. És azt a, azt a néhány hetet követjük végig, ahogy a meccsig eljut. És nagyon iszonyat jól van felépítve, azt mondanád rá, hogy ez egy a Hollywood dramaturgia, de nem, mert közben egy minden ízében magyar történet, és mégis univerzális, hiszen ez a világ bármelyik pontján megtörténhetne. És hogy ott is a film készítői azt ismerték fel, hogy itt, itt a környezet az adott. Itt nem az a lényeg, hogy ez hogy nem attól lesz valami magyar vagy, vagy hollywoodi, hogy hol játszódik, hanem hogy ezt hogyan meséljük el ezt a történetet. És nagyon sokaknak ebbe törik bele a bicskája, a már ma említett coming out tipikus példa erre, hogy ike a melegek, az ike a focipályán, az ike a rádió stúdióban, az IKEA szereplőkkel, tehát az egész egy nagy IKEA a díszlet, minden lesimított, tiszta, sima, rendes izé, de bocs, de hát a valóság ez meg nem így néz ki. Tehát, totál hiteltele minden szempontjából. Abszolút igazad van, és hát ha már így a, a, szerethetőségen, illetve hát a valósággal való kapcsolatról beszélünk, akkor most nem egy rögrealista drámát, hanem egy animációs filmet kell idehoznom, az utópiát, ami hát azt hiszem sokakat megdöbbentett, mert nem gondoltuk volna, hogy a Disney-től egy, egy ennyire aktuális üzenettel, ennyire jól elmesélve érkező, és ennyire, ennyire aranyos animációs film fog érkezni. A, az utópiát pont egy olyan lánybarátommal láttam, akiben elég, egyébként is eléggé dúl ez az egészséges feminizmus, hogy úgy mondjam, és azt szeretném leszögezni, hogy én a feminizmusra mindig fogalomként úgy tekintek, hogy nem, nem arról kéne szólnia szerintem a feminizmusnak, hogy mi, mi nők is izé meg tudunk oldani olyan dolgokat, amit a férfiak, hanem... Ha hanem a feminizmus leglényege annak kéne, hogy legyen, hogy férfi és nő között egyenlőség van. De ez az egyenlőség azt jelenti, szerintem, hogyha engem megüt egy nő, és én véletlenül visszakézből adok neki egy pofon, akkor ne én legyek már elővéve. És így távol álljon tőlem, hogy bárkit csak, Mert egyébként nagyon gyáva és gyenge ember vagyok. De de sajnos szerintem sokszor a feminizmus az inkább, inkább így csapódik le a köztudatban, hogy azt jelenti, hogy a, a nők is több jogot kaphassanak. És sajnos a valóság viszont sokszor őket igazolja. Méghozzá azért, mert mai napig Ugye lehet olvasni olyan kimutatásokat, hogy ugyanazon munkáért egy nő például kevesebbet kap, hogyha egy nőről kiderül, hogy gyereke van, egyből kevésbé ö, nagy eséllyel pályázhat egy munkára például, vagy ami még a kedvencem, például hogyha találkozzál már női operatőrrel, és megkérdezed, hogy vigyem-e helyetted esetleg a, nem tudom, 15 kilós lámpát, akkor először leüt a lámpával, szétrugdalja a fejedet, és akkor utána majd azt mondja, hogy figyelj, én is elbírom ezt a lámpát. Tehát, hogy valahogy, valahogy itt ez van, hogy, hogy az illem, a férfinői nemi szerepek és a, a nők szuverenitása az egy ilyen nagyon-nagyon furcsa, értelmezhetetlen katyvasz jelenleg, és az utópiában az a rendkívül jó, hogy egy animációs lányuszi jön, és így nagyjából rendet vág ebben a témában. És bár elég sokszor szerintem ez a film is használja ezeket a közhelyeket, hogy annak ellenére, hogy nő vagy, te is meg tudod csinálni, de ami fontosabb, nem azonban a hangsúly, hogy te nő vagy-e vagy sem, hanem hogy te nyuszi vagy, és nyuszikat nem szoktunk felvenni a rendőrséghez. Hiszen ugye a történet arról szól, hogy, hogy Judy Hopp, aki egy répatermesztő család, nem talán első vagy második sarja, és van száz nem tudom hány kis testvére, hiszen a nyulak nagyon szaporák, ő a fejébe veszi, hogy akkor benne az igazságérzet, hogy mindenképpen rendőr-nyomozó szeretne lenni, és a rendőrséggel milyen állatok vannak, bivajok, jegesmedvék, elefántok, rinocérosok, tigrisek, farkasok. Tehát csupa olyan állat, amilyen dögös ilyen ragadozó olyan, rrr, ami így csinál, és így összeszarod magad. És ezzel szemben meg ugye ott van egy nyúl, aki a mindenféle ilyen mitológiai szempontból is mindig a gyávasságot jelképezi. És hát egy ilyen totálisan összekavarja itt az ő megjelenése az állóvizet. Szóval ez egy valóban az egyenlőségről szólni kívánó animációs film, és itt ezen van a hangsúly. Nem pedig az, hogy egy női főszereplő van benne. Hát ugye nagyon sok minden megjelenik benne. Egészen a különböző ilyen rasszokkal kapcsolatos stereotípiáktól kezdve, ami ugye a ragadozó növényevő ellentétben jelenik meg, a különböző társadalmi csoportokkal kapcsolatos stereotípiák, ami ugye a, a például a rókák kapcsán, hogy ők, ők, ők mind bűnözőke, vagy meg lehet-e bennük bízni. Ezekbe is, tehát hogy gyakorlatilag minden ilyen sztereotípikus dologba belemegy, és az különösen is tetszik, hogy a végén, amikor ugye jön ez a narráció, aminek a szájba kéne rágni a, a, film üzenetét, amilyen Disney módon, akkor ugye nem azt mondja, hogy ez és ez a tanulság, hanem hogy hát rá jöttünk, hogy a helyzet egy kicsit bonyolultabb. Tehát, hogy még, még csak arra Igen, sem nem, ezt... nem próbálja leegyszerűsíteni Igen. a mondani valóját. Pont, pont ez az egyik nagyon erős motivum ebben a filmben. És hát kérdés, hogy mennyire működik ez jól például a gyerekeknek, tehát hogy ők ebből mennyit értenek, de szerintem, hogyha mondjuk ezt a, a konkrét üzenetet nem is értik meg azért, ahogy ez a film működik, ahogy benne a karakterek működnek, ahogy interakcióba lépnek egymással, azért egyértelműen az... az erősíti, hogy hogyan lehet megküzdeni ezekkel a, a sztereotípiákkal, amelyek, amelyek lehet, hogy adott esetben még valamilyen tényleges alappal is rendelkeznek, de hogy hogyan lehet ezt nagyon rossz irányba elvinni, és hogyan lehet ezt nagyon pozitívan legyőzni. Ami nekem mindezek mellett nagyon-nagyon tetszett az utópiában, hogy a, az emberi tulajdonságokkal, rendelkező állatokkal nekem nagyon sokszor az a problémám, hogy a film, vagy egy adott animációs film készítői elfelejtik, hogy ezek ettől még állatok. Tehát a termetüknél fogva például egy zsiráf és egy kisegér nem utazhat ugyanabban a fülkében, hiszen nem férnek el, vagy éppen elférnek, de hogy valahogy mégis olyan furán mutatnak egymás mellett. Na most az utópia az ugye a talán négy vagy öt negyedben van felosztva egy dzsungel részlegre, ahol a dzsungelbili állatok laknak, és szahara részlegre, ahol a tevék laknak, például van egy sarkvidéki pontja, van egy klasszikus város, ahol a legtöbben élnek. Tehát már a város szerkezete is úgy van felépítve, hogy a különböző típusvállatok, azaz társadalmi rangok, illetve különböző adottsággal rendelkező, vagy tulajdonságokkal rendelkező rasszoknak megvan a maga helye. És két példám van, amit, amit nagyon szeretek. Az egyik ez a zsiráf kisegér helyzet, amikor a metró szerelvény úgy van kialakítva, hogy a zsiráfoknak van egy magasított metrókocsia, az egereknek pedig a, az az átlagos méretű állatok bejárata mellett egy egérbejáró is van, és ők így ott utaznak. Ugyanazt a metrót használják, csak egy picit át van alakítva. Illetve, hogy a városon belül van egy negyed az egerek számára, ami nagyjából 15 négyzetméter, az egyébként több százezer lelket számláló állatok számára. És hogy ez annyira nagyon-nagyon szimpatikus nekem, hogy hogy ki van dolgozva ez a világ. Nem, nincsen elmis másolva az, hogy ja, jó, hogy egerek meg nyulak, ez a kb. egyméretűek, és hogy majd nem. Minden nagyon-nagyon ezeknek a, az élőlényeknek a, a, a helyzetére van ö, megépítve. És ö, ez, ez, egy a Disney-től nagyon szokatlan, hogy valamint ilyen részletes, ö, részletességgel megépítenek. Szóval, hogy nagyon erős. És ami még nekem egy kedvencem, volt a televíziós újságírók diátadója, ahol a hajós András elmondta, hogy lám-lám, van, van az újságírókról egy ilyen kép, hogy azok biztos ilyen szakállas, dohányzó, farmernadrágos emberek, és hogy mindenféleképpen rossz indulatúak. De hát ugye itt a TV2 kapcsán kiderült, hogy kedves ők is lehetnek a sátántól valóak, és az utópia ezt nagyon-nagyon hangsúlyosan aláhúzza, megint spoiler következik, amiről, amikor kiderül, hogy a kis bárány, aki nagyon ártatlan asszisztense a polgármesternek, a legnagyobb konspirátor. És ez nagyon kemény szerintem, hogy bevállalják azt, hogy egy ilyen kvázi cuki szereplőről kiderül, hogy a legnagyobb játékos. És persze mindenki más is nyakig benne van egyébként egy csomó dologban, sőt maga Judy Hopp is egyébként néha meg kell, hogy mártozzon a korrupcióban mint amikor például a, a vakond mafiózók ö, kezére kerülnek, és ott így meg kell valahogy oldani a problémát, és kihasználják azt, hogy hogy ismerik a, a lányát a, a mafiózónak. Szóval, hogy szerintem szóval én nem akar, nem akar nagyon ez a film szépíteni a valóságon, és talán ez az, ami, ami fontos lehet egy gyerek számára. Egyébként, ha már beszéltünk a tiszta szívvelről, ugye ezek a méret méretkülönbségek, akár lefordíthatók arra is, hogy mondjuk hogyan vannak akadálymentesítve Fondosan. a megállóink, a, a szerelvényeink, tehát, hogy akár ezt, ezt is meg lehet benne találni, vagy tényleg, tehát, hogy én Nekem is szokatlan volt a Disney-től, mert mondjuk, ha megnézem a Hamupipő tavalyról, ami ugye nem egy animációs film, de azért nagyjából jól leképezi a Disney hozzáállását, ott volt valami ilyen kétmondatos közhely, amit hatszor a fejünkbe próbáltak verni, és közben a film nem szólt semmiről. És ez az Utópia, ez, ez kb. olyan, mint egy Pixar film lenne. Igen. a Pixar tól szoktuk meg ezt, hogy van egy kiváló eredeti ötlet, egy nagyon szerethető karakter, illetve hát sok szerethető karakter, egy abszolút kidolgozott világ. És, azért néhány évvel a Pixar ez a Disney alá tartozik, tehát hogy gyanítom, Igen, hogy... Tehát, hogy, tehát hogy igen, csak hogy nyilván-nyilván e, van közöttük átjárás, és meg hát azt is tegyük hozzá, hogy azért az agymanókig a Pixar is gyengelkedett ebbe, tehát... E, valahogy eddig azért jól elvált, tehát a Pixar már elég régóta a Disneyhez tartozik, de de a rajzfilmjeik között mindig megvolt ez a, ez a különbség, és most most ez az utópia ez olyan, mintha egy, egy Pixar rajzfilm lenne. Amennyiben ezt használhatjuk pozitív jelzőként, de szerintem amit pozitívumként elmondtunk róla, az, az, az mindenképpen megállja a helyét. Ezzel szerintem végére is értünk a tavaszi filmtermés kibeszélésének. Hát amint láthatjátok, ahhoz képest, hogy ez egy holt szezon lenne, öt jó és egy sokkal kevésbé jó filmről tudtunk beszélni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ami ből még nem spoilereztünk eleget, azt, azt mindenképpen nézzétek meg, illetve hát ha láttátok őket, és ö, van hozzáfűzni valótok az elmondottakhoz, akkor mindenképpen tegyétek meg kommentben. Mi köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, és sziasztok! Hello! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Hello! Sziasztok!